Na hát szeretettel köszöntök mindenkit, a régi ismerősöket is, és az újakat is. Én Mocár Károly Vendelnő vagyok, és ő a férjem. Mi a nyírteleki Philadelphia Evangelikus Egyháztól jöttünk, azon belül pedig a görögszállási cigánymissziótól. Mi arról szeretnénk beszámolni, hogy hogy fogadtuk, mikor a magyarok kijöttek a cigányok közé. Hát én konkrétan magamról nem tudom, második, harmadik alkalommal merészkedtem hozzájuk, mert hogy mi az, hogy ide jönnek valahonnan, és aztán felfordítanak mindent. Nem ismernek minket, nem tudják, hogy mi a mi szokásunk, nem tudják, mi a mi problémánk, nem tudják, mi az, amin segíteni kellene. És egyébként is jó van nekünk úgy az életünk, ahogy van. Hát, ha eddig megéltünk, akkor jó lesz ezután is. Nincsen nekünk szükségünk arra, hogy valakik odajöjjenek, és megmondják, hogy nekünk mi a jó. És amikor, nem tudom, harmadik alkalommal oda kerültem közéjük, akkor egy ilyen nagy kör volt, és én kíváncsiságból beültem a kör közepére, hogy mi is lehet ott, miről is beszélhetnek. És aztán beszélgettek mindenről, ami a cigány embereket érdekli, vagy kérdést raktak fel, és én azt mondtam, hogy én szeretem Istent, tudom azt, hogy nem vagyok az ő gyermeke, de szeretem, úgy, ahogy a magam módján, és én nekem ez pont elég. És én ezt azzal tudtam kinyilvánítani, hogy szent képeim voltak elég sok. És én azt gondoltam, hogy ez úgy tiszteletből van, meg az egy biztonság nekem. És amikor szóba jött ez a szent kép dolog, akkor én háborogva azt mondtam, hogy nem tudják ezek, hogy mit mondanak, aztán nem is érdekel engem, hát igazából nem is tudták nekem megmagyarázni, és jó ez én nekem. Azt gondoltam, hogy ügyes vagy, Kati, hát nem mondták meg neked, hogy miért van az, vagy miért nincs. És aztán legközelebb alkalommal megint azzal mentem, hogy na, majd hát, ha megint nem tudnak nekem valamit megmagyarázni, és én jövök ki jól belőle. És hát így valami megfogott, és ott maradtam. És már több alkalom után egyszer valami okból nem tudtam elmenni, és úgy hiányzott. A gyerekeimmel együtt jártunk szomszédfaluba, mert hogy ott volt a középpont görögszálláson, és mi meg belegrádiak vagyunk. És minden vasárnap délután jártak az asszonyok, és hát ilyen zsíros kenyeret kentek, ami megint jó volt, hattak valamit, örültünk neki, hát kapunk mi is belőle, milyen jól járunk, nehogy kimaradjunk belőle. És jártunk az asszonyokhoz bibliaórára, és úgy érdekelt engem a dolog, hogy miről is beszélhetnek, és rendszeresen jártunk oda, és hálás vagyok Istennek, hogy jó pár évig kitartottak mellettünk, úgy, hogy senki nem mozdult, senki nem ment sehova, mindenkinek jó volt úgy, ahogy oda jártunk és hallgattuk őket. Még 4 vagy 5 év után az első emberként megtért hitre jutott, és aztán az nekünk nagyon jó volt, mert ő volt az, akit mutogattunk, hogy mi az, hogy megtért, és aztán most ebből mi lesz a változás, mi lesz ebből jó, meg érdekelt bennünket, hogy mi az, hogy megtérés. És aztán jártunk hozzá, és Isten minálunk is munkálkodott, és most mi is itt vagyunk, hitre jutottunk. Hát most annyi sokat már én nem fogok beszélni, mert a feleségem elmondta a javát, amit kellett. Mert a feleségem már elmondta a javát, amit már kellett. Azt hiszem, hogy 2000-ben jöttek Misi bácsi. Körülbelül 2000. És Misi bácsi, komolyan mondom, hogy meg az asszonykör is nagyon kitartóak voltak a cigányság fele, de tényleg valóban, mert télen-nyáron úgy jártak, mindig jöttek. Volt, amikor gyalog mentek ki, 6 kilométerig gyalog voltak az állomásig, mert akkor még nem volt ilyen autó, meg minden. És akkor a sógorom van egy közösségi ház, meg ahol közösségi ház volt, de már most gyerekház lett. A sógorom pont vele szembe lakik, és akkor mondták az asszonyoknak, meg Misi bácsak, hogy hát Misi bácsi jöjjön ebbe, mert volt egy elnök, aki nem nyitotta ki az ajtót, hogy bemenjük a melegre,
És akkor mondta a sógorom, hogy Misi bácsi, hogy jöjjenek be. Hát én valóban én, még én is megdöbbentem magamon, mikor úgy észre értem, hogy valóban velem az Isten mit is munkálkodott ki. Mert valóban én tényleg ilyen sötétségben, nagyon nagy sötétségben voltam, hogy nem láttam az életemnek a célját, az életnek a végét. Mert minden nap nekem majdnem szinte egyforma volt, hogy majd lesz a hónap is valami lesz, csak lesz valami hónap is. De amikor az első ember köztünk hitre tért, úgyhogy jó Isten megváltotta őtet, és akkor arra az emberre még fogadásokat kötöttünk, cigány emberek, hogy meddig fogja ő ezt bírni. És akkor eljött hozzám egy nap, és akkor mondta nekem, hogy eljössz velem, elkísérsz engemet egy Isten tiszteletre. És akkor olvasta nekem a zsoltárokat felfele. Már most már tudom, hogy most már zsoltárt olvasott nekem, mert... és akkor már ott volt már, azt hiszem, 11 órától, teljes másnap, hajnal fél egyig. És akkor mondtam neki, mondom, oké, jó, elmegyek veled, máma, Isten tiszteletre, csak menjél haza. És akkor ő hazament, jöttek, és akkor én már vártam a buszt, hogy elvigyenek Isten tiszteletre. Hát tőlünk 15 kilométerre van Nyírtelek, és akkor oda bevittek Nyírtelekre, bementünk Isten tiszteletre, és szólt az ige nekem. És akkor úgy volt egy kis csopó, először úgy volt, hogy volt egy kis terem, és akkor oda bementünk, ott elkezdtünk imádkozni, vagyis ők elkezdtek imádkozni, és én azt hittem, hogy nekem imádkoznak, hogy én menjek az Úrhoz. És akkor a nagy melegség, a nagy forróság elöntött, már csak azt vettem észre magam, hogy valahol lent vagyok az alaksorban. És akkor mondom a felügyelőnek, mert volt ott egy felügyelő, mondom, figyelj már, hogy jöttem én ide le. Azt mondja, téged jó Isten hozott ide le. És akkor itt én megvallottam mindenféle bűnömet, és akkor onnantól az én életem egy nagyon nagy fordulatba fordult meg velem. De ebben is még az Istennek olyan kegyessége volt, hogy először nekem nem kellett elmenni se Biatorbágyra, sehol nem kellett elmenni. Isten, Jézus Krisztus ott van, ahol vagyunk. Jézus Krisztus mindenhol ott van. Amikor Jézus Krisztustól beszélek, akkor a szívem elszorul, és én akkor már sírhatnék, ha van. Mert Jézus Krisztust sok cigány ember, asszony nem meri felvállalni. Nem mer Jézus Krisztusnak a munkájáról beszélni, hogy mit is tett, miértünk Jézus Krisztus. Nem csak cigány embereké, hanem mindenki, a világon mindenféle emberért. De én most is azt mondom, ha vannak ezek a gyülekezetek, vannak ezek a missziósok, sokfelé jártam Misi bácsival, hallottam milyen beszédeket és olyan beszédeket, de én azt mondom, Misi bá, én azt mondom, hogy Isten engem szeret. Én nem arok arra az emberre. Itt vannak a nyíltelki asszonyok, akik járnak hozzánk, rendszeresen járnak, kiállnak a bibliaóránkra nekünk is. Péntek, hétfő, és vannak csütörtök, szerdán vannak, kedden is vannak. Az öt napjában minden nap Isten van szóba, görög szálláson. De vannak emberek, akik komolyan, hogy cigány emberek, hogy mi, ahogy mondja Misi bácsi, hogy a kormányról te lehet fordítni, hogy kinél van a kormányról. Ha mi most kiesünk ebből a ritmus, ebből a Jézus Krisztusnak a kegyelméből, vagy ha nem Jézus Krisztusra figyelek, hanem arra az emberre figyelek, hogy ő mit mond nekem, hogy lejárja az egyházat az az ember, lejárja Misi bácsit, meg mindenkit. Szóval ha Jézus Krisztus lejárják le, akkor régemet is lejárnak. Vagy ha engem járnak le, akkor Jézus Krisztust járják le. Én ezt mondtam mindig nekik, hogy
ha engem csufoltok, akkor Jézus Krisztus csufoljátok. És akkor azt mondja nekem, mindenki azt mondja nekem, hogy te bolond vagy. Mondom, ezt is elszívelem. Én mindent elszívelek, csak mondom, gyertek be, üljetek be az Isten tiszteletre. Mert nektek Isten üzen. Mondom, nézzétek meg a világon, mi lett. Mondom, nemzedék, nemzedék egymás ellen van. Mondom, amit a Biblia megért 2000 éve, de már mondom, most már mondom, majdnem eljön. Mindjárt el fog jönni, amit a Biblia megért 2000 éve. Hogy nemzedék, nemzedék lesz, egymás torkára fog ugrani. És van egy új épületünk, ahol minden vasárnap Isten tisztelet. Ezt szerettem, a két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy akkor gyorsan minden sallang nélkül elmondani, hogy milyen alkalmak vannak, hogyan éltek, mert erről csak azt hallottuk, hogy az asszonyok kimennek a hét szinte minden napján, de... A hét minden napján de van. De ezt hallottuk. Igen. Minden napján van. Igen. Ja, ja. Igen, igen. Na, szóval akkor, hogy... Hallanánk, hogy milyen alkalmaitok vannak, föld... Kedden és pénteken 5 órától bibliaóra, illetve énekóra van, minden vasárnap 3 órától Isten tiszteletben. Énekóra azt jelenti, hogy énekkarotok van. Igen. Hát van egy kórus, igen. Kórus. Van a földmunkaprogram, ami egy hivatalos munkahely. Van ifi foglalkozás. Aztán a földmunkásoknak minden reggel áhítat van, arra mondta Karcsi, hogy hallják az igét. Van a tanyagondnoki szolgálat, a házi gondozó, a házi segítségnyújtás, van a gyerekház. Ennyi. Szép. Akkor még egy kérdés, hogy te mire fogadtál? Én... És mi lett vele? Azóta is még mindig az új gyermeke. Nem, te mire fogadtál? No, hogy mit mondtál? Én mit mondtam? Igen. Hát én is arra fogadtam, hogy elbukik. De igaz, hogy egyszer ő is elesett, én is elestem, de felálltunk. Volt, akivel fel tudunk állni. Jó. Köszönöm. Akkor...